Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét, a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öregfiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Mandulás Zoltán a szekszárdi férfi kosárlabdázás elmúlt másfél évtizedének egyik, ha nem a legmeghatározóbb játékosa, gondolt egy merészet 6-7 évvel ezelőtt. Létrehozott egy valóban kis utánpótlás nevelő klubot az általa kiválasztott gyerekekből és edzőkből. Pénz és paripa nélkül általában kudarcra ítélt vállalkozás az ilyen, ám az új klub életképessége köszönhetően a társasági adóból begyűjthető pénznek is megkérdőjelezhetetlen. Mint a mellékelt ábra mutatja, a kosárlabdázás egyik fő technikai elemében, a tempódobásban igazán jól állnak a szekszárdi utánpótlás nevelésre szakosodott új kosárlabda klubban. Ha azt vesszük, hogy a mérkőzésszerű gyakorlásból céloztak középtávolról, illetve hárompontos vonalon túlról a szekszárdi gyermek kosárlabda ese U16-osai, akkor még inkább jár a külső szemlélődöktől, de a szakmai szemektől is a dicséret. Valami megmozdult a tartósan hanyatló, a létezésért küzdő szekszárdi férfi kosárlabdában utánpótlásfronton. Az új klub alapítója, Mandulás Zoltán, az utóbbi évtized egyik legkiemelkedőbb szekszárdi játékosa, 6-7 évvel ezelőtt a minőségi utánpótlás képzés okán bontott zászlót. Nem a levegőbe beszélt Mandula. Az U10-től egészen az U18-ig felálltak, és az U16 és az U18-ban az MB2-es klub nélküli szekszárd kezdi bontogatni szárnyait a férfi kosárlabda utánpótlásban. Jövetelünk célja az ország legjobb 16 csapata közé bejutás szekszárdi U16-osainak feltérképezése volt. Már tavaly megkóstoltuk a kiemelt bajnokságban való szereplést. Annyi volt a különbség a tavalyi szezonban, hogy akkor a szezon elején szeptemberben jutottunk föl, és a keresztjátékban januárban a Honvéd a vívott keresztcsatában, hogy maradtunk alul, és akkor a regionálisba folytattuk, és akkor az év végére a 17. helyen értük el, ami én úgy gondolom nagyon szép eredmény volt tavaly. Most meglépték a magasabb lépcsőfokot, ott vannak a hazai korosztályos elitben. És nagyon büszke vagyok a játékosaimra, mert ezt nagyon precízen, nagyon tudatosan végigkészültek erre a bajnokságra. Veretlenek vagyunk eddig az U16-ban, jutalomként voltunk Pilsenben egy nemzetközi kosárlabda tornán. Óriási tapasztalatok voltak, biztos vagyok benne, hogy ez is közrejátszott abból, hogy így szerepeltünk. És a közösen kitűzött célt, azt nagyon szépen, fegyelmezetten, igazi csapatként végigvittük. Hamarosan olyan hazai sztárklubok, mint a PVSK, az Zalaegerszeg és az Oroszlány érkezik Szekszárdra, nézőként is vonzó meccsek a láthatáron. Akadémiákkal játszunk, mások a feltételek, bentlakásos iskoláik vannak. Ezt a szintet még nem tudjuk biztosítani. Vannak céljaink, középtávú, hosszútávú. Per pillanat ez a, hogy ebben vagyunk egy picit lemaradva a többiektől, hogy még a délelőtti tanítási órákra még nem tudunk belógni egy-egy iskolába és a tehetségeket kiemelni, vagy ha igen, akkor még ilyen, ennek még nincsen ilyen olajozott útja egy szekszárdon. A hétközi gyakorlás intenzitása nem csökkent. Boldog arcok köszöntek vissza, és a fejekben már ott motoszkált a srácoknál a soron következő nagy meccsek várakozás teli feszültsége, izgalma. Nagyon megszerettette velünk Zolival kosárlabdát, és hát ahogy látszik, mai napig is folytatja mindenki. Sok korosztály van már, fejlődött a GK-s, amióta megalapította. A legutóbbi győzelmünk ugye ez a régiós döntőt, amit megvertük a Kaposvárt kétszer is, és bejutottunk a kiemeltbe. Az esélytelenség felszabadultságával egy-két skalpot azért begyűjtenének. Azért ez egy teljesen más játékerőt képvisel a kiemelt bajnokság, ugye a legjobb 16, de meg szeretnénk mutatni, hogy mi, nekünk is ott van a helyünk, és hogy teljesíteni szeretnénk. Alig, ha nem, a névváltozás is időszerű, hiszen 2011-ben még valóban gyerekkosárlabda klub voltak, de ma már U18-as, nem is akármilyen csapata is van a klubnak, miközben a piramis alja is eléggé széles. A még meglévő regionális bajnokságban szereplő régebbi szekszárdi klubbal, az FKS-ével is élő a kapcsolat, nincs szurkapiszka. De meg kell említenem ugyanakkor, hogy az FKS-e is tevékenyen részt vett ebben, mert ugye az elején még együtt dolgoztunk, kicsit külön nem. Itt is bizakodóak vagyunk ennek a terén, hogy akkor, amit említettél az elején, hogy bármi két front van, de igazából egy szekszárdi kosárlabda van. Mi nagyon szeretjük ezt a sportágat, a Zoli is, én is, az egész edző és táb, és szerintem ez ki átragadt a játékosokra is.
aminek gyümölcséből, hozadékából hamarosan a kosárlabda szerető szekszárdi nézők is részesülhetnek. Mert valóban újra láthatáron egy MB2-es felnőtt bajnokságra érett, fiatal, sajátnevelésű szekszárdi férfi kosárlabda csapat. Az elmúlt 2-3 év egyik nagy tanulsága a szekszárdi UFC számára, a stabil MB3-as középcsapat létrehozása nem megy saját nevelésű szekszárdi kötődésű játékosokkal. Ehhez szerény anyagi lehetőségei közepette is tapasztalt játékosokkal erősíteni kell. Ami most télen úgy tűnik megtörtént. Hamarosan kiderül, hogy megindul-e felfelé a 12. helyről az UFC szekere a tavaszi szezonban az MB3 középcsoportjában. Ha eltekintünk az MB1-es Paks amúgy létezésétől, a hétvégi felkészülési meccsdömpingben valóban a megye pillanatnyilag a két legjobb csapata, az MB3-as szekszárdi UFC fekete szerelésben, és a megyei első osztály illovasa, a Majos, a Zöldek találkozott a szekszárdi műfűvön. Változatos, jó iramú meccset produkált mind a két csapat. Az osztálykülönbség legfeljebb a labdabirtoklásban mutatkozott meg, de az sem volt nyomasztó. A Majos az erős ellenféllel szemben is megmutatta fő erejét, a gyors, hatékony kontrajátékot, ennek gyümölcse volt most is a megszerzett 4 gól. Igaz, az UFC is ugyanennyi találatot ért el. A megye egyetlen MB3-as csapata ezen a meccsen is bevetette 4 új játékosát. A Szent Lőrincről érkező Forró Attilát, a Veszprém MB3-as csapatából igazolt paksi nevelésű Zahán Pétert, a szintén paksi Fejős Áront, és azt a Tuli Tamást is, aki már volt egy fél évig a szekszár játékosa, aztán elment Kozármislenbe, majd most visszatért az UFC-hez. Illett volna persze nyerni a Majos ellen, de ismerve a játékosoknak a jó erőlét megalapozása miatti terhelését, DNS Pál edző szerint most nem a győzelem ténye volt a legfontosabb. Ettől függetlenül nyilván nem lehetünk elégedettek azzal, hogy 4 gólt kaptunk, de úgy gondolom, hogy ez nem elsősorban a rendszer hibája volt, hanem mindig van olyan egyéni hiba, amire az ember nem számít, tehát ezt kell kijavítani. Hát úgy bízom benne, hogy ez a tavasszal sikerül is, azért tudtunk 4 olyan játékost igazolni, akik stabilitást adhatnak a csapatnak. Ez a meccs is visszatükrözte az őszt, miközben működik az előrejáték, hátul továbbra is meglehetősen gólképes az UFC. Kimondottan hátvédeket mégsem igazolt a csapat, de Forróval és Zahánnal olyan középpályások érkeztek, akiknek erényük a labdaszerzés, a kapu előtti védekezés. Fejes és Túri feladata elsősorban a támadójáték segítése lesz. Nem úgy van, hogy most ide jön 4 játékos, és holnap már minden klaffol működik. Én úgy gondolom, hogy megvan a lehetősége. Hát a legfontosabb feladatunk nyilván az lesz az MB3-ba, hogy jóval kevesebb gólt kapjunk, mint az ősz folyamán. Hát az eredmények eddig is azt mutatták, hogy van stabil csapatunk. Nyilván azt meg kell tartani, hogy a rugott gólok számát megtartani, vagy még növelni. Hát azt szeretnénk, hogy a védelmünk hatékonyabb legyen, és igyekszünk az egyéni hibákból okulni, és azokat elkerülni. Úgy gondolom, hogy 4-3 biztos, hogy stabil lesz. Elsősorban én a középpályás védekezésünk fog javulni, ez majd kihat a kapott gólok számára is, úgyhogy én bízom benne, hogy sikerrel fogjuk venni a tavaszt. A szekszárdi UFC stabil középcsapattá válását tűzte ki célul már évekkel ezelőtt, ami a mezőny első felében való helyezést minimum a 8. hely elérését jelenteni. Van hová fejlődni, 17 forduló után 4 győzelemmel, 6 döntetlennel és 7 vereséggel, vagyis 18 ponttal a 12. helyről várják március 8-án esedékes tavaszi folytatást. Az első fordulóban a Dabas látja vendégül a szekszárdi UFC. Ha ki lehet emelni a lassan megyeszerte véget érő teremtornák döntőiből meghatározó, mi több a meccset eldöntő egyéni teljesítményt, az nagy valószínűséggel Vituska Istváné. A legrangosabb téli teremtorna döntőjében
Parádés gólokkal, virtuós cselekkel járult hozzá csapata a Gold Card győzelméhez. Mint a vele készült riportból kiderül, változatlanul vannak ajánlatai a futszál világából a szekszárdi UFC MB3-as nagypályás játékosának. A négy napos bátorszéki fenyőkupa kispályás labdarúgó teremtorna döntőjében a zöldmezes Gold Card csapatában akadt egy olyan teljesítmény, amivel a kitűnő megyei első osztályú, illetve szekszárdi MB3-as játékosokból álló Palermo egyszerűen nem tudott mit kezdeni. A nagypályán még tartós jó teljesítménnyel adós, apró termető játékos, ugyanis nem akármilyen négy gólt vágott és egy gólpaszt is adott. De nem csak a döntőben, hanem az egész torna alatt, szinte minden egyes napján nagyon jó teljesítményt nyújtott, így a mezőny legjobb játékosává is választották Vituska István. És nem sok hiányzott ahhoz, hogy a harmadik díj, a gólkirályi cím is az övé legyen. Nagyon szívtuk magunkat, ugye nagyon készültünk rá, tavaly nem sikerült elinduljunk, ugye, más csapatban indultunk, ugye, aztán most végre összejött a csapat, szerencsére mindenki megvolt, ugye nagyon készültük, hogy ahogy újra együtt vagyunk, hogy véghez vigyük ugye a legvégéig, úgyhogy szerencsére az sikerült. Két meccsen nem is tudtam játszani, ugye, Bovna Technika ellen, meg a Polkovács ellen, úgyhogy ott is X-ek voltak, küzdelmes volt a végén, igazán az utolsó nap számít mindig, ott kell a legjobb teljesítményt hozni. A négy egymástól eltérő, látványos gólja közül az első a legkedvesebb számára. A legelső, azt mondom, hogy az nagy löket volt az 1-0-nál, a jobbos a buszraszállomba sikerült, a kapufáról ugye bement. Mivel a kispályán vannak sikerélményei, fölvetődik, miért nem próbálja ki magát a futzálban a profik között. Kerestek amúgy Újpestről, hogy menjek is a futszál csapatba. Honnan hívtak ugye vissza, hogy menjek. Nem tudom, meglátjuk. Nagyon is mindig a szívemhez közel állt a kispálya. Jó, fekszik, mondom, az egész, a gyors játék. Fürge vagyok ugye, még 31 évese, úgy ahogy. Már kopik azért, de nagyon-nagyon szeretem a kispályát, majd meglátjuk. Ám most újból a nagypályára, jelenlegi csapatára, a szekszárdi UFC-re koncentrál. A fenyőkupa óta nem is lépett pályára parketten. Tudja, az Újpesttől való visszatérése óta, noha sérülések kétségtelenül gátolták, még adós mostani csapatának a jó teljesítménnyel. ...29-25 arányban győzte le a Kozár Mislenyese a Dunaújvárosi KKA U19 csapatát az NB1-B-s kézilabda bajnokság tavaszi szezonjának második mérkőzésén. A találkozó előtt köszöntötték Seffer Évát és Halász Bernadettet, akik 150 NB1-B-s mérkőzést játszottak a Kozár Mislenyi Egyesület színeiben. Győzelemmel kezdte a tavaszi szezont a Kozár Mislenyese női kézilabda csapata. A találkozó rövid köszöntéssel kezdődött, folytatva ugyanis a hagyományokat, a Kozár Mislenyese emlékplakettel jutalmazta Seffer Évát és Halász Bernadettet, akik 150 NB1-B-s mérkőzést játszottak az egyesület színeiben. Kovács Tamás együttese a sereghajtó Dorognál bizonyult 9 góllal jobbnak, szombaton pedig hazai pályán folytatta szereplését az NB1-B-s gárda. Az ellenfél a tabella hatodikja, a Dunaújváros U19 együttese volt. A Dunaújváros elleni találkozó első fél idejében pörgős, kemény játékot mutatott az ellenfél, akik 30 perc alatt 17 gólt lőttek, és a fél időben 15-17 állt az eredményjelzőn. A második játék részben aztán feljavult a mislenyi védelem, és Kovács Tamás csapata fordítani tudott. A találkozó végeredménye Kozár Mislenyese DKKA U19 29-25. Az első fél időben szerintem jól kezdtünk, jól mentünk bele a meccsbe, jó megoldásokat választottunk, jó dolgokat csináltunk. Az ellenfél reagált rá egy 7-6 elleni támadó játékra. Ennek nem igazán találtuk az ellenszerét az első pillanatokban. Szerencsére mindig tudtunk válaszolni gólra-gólra, úgyhogy ezért nem volt baj. Aztán sikerült megtalálnunk ennek az ellenszerét, viszont elől pontatlanok lettünk. A hátul nem volt elég feszes a védelem, és ugye 17 gólt kaptunk, ha jól emlékszem, az első fél időben, ez rengeteg, tehát ennyit nem szoktunk mi kapni, meg nem is lenne, és ugye arról beszéltünk, hogy a védekezés legyen jobb. Fél időben beszélgettünk erről, a másik fél időben láttuk az eredményét, jött a Bea, hozta megint amit hozni kell kapuba, és hozzátartozik, hogy a védelem is nagyon fölkeményedett,
és tényleg azt gondolom, hogy kitoltuk teljesen az agresszivitásunk határát, a durvaság határáig. Bízom benne, hogy ez jó lesz. Kavarognak még bennem a gondolatok, még megy a meccs. Nagyon nehéz, nagyon melós meccs volt, és nagyon gratulálok a csapatomnak, mert most ez egy ilyen brusztolós meccs volt, és tudtuk hozni. Nem lehet mindig szuperül játszani. Tegyük hozzá, hogy nagyon jól játszott a Dunaújváros, és szerintem talán az döntött, hogy fizikailag mi jobban bírtuk. A mérkőzésen Polics tíme a 8 gólt lőtt, annak ellenére, hogy talán őt fogták a legjobban a dunaújvárosiak. Nagyon küzdős meccs volt, ugye nagyon fiatal lányok ellen játszottunk, de ez is bizonyítja, hogy nem kell lebecsülni egyik ellenfelünket, sem nem is becsültük le őket, de igen, nagyon hajtottak mentek, főleg az első fél időben ugye nagyon sok gólt kaptunk, de ezt a második fél időben orvosoltuk azért. Kaptam azért eleget, a fejemet elég sokszor megtalálták, de hát ez a kézilabda, szóval tűrnöm kell, igen. Sok idő nincs a pihenésre, hiszen szerdán már ligakupa meccset játszik a Kozár Mislenyi csapat. Átalakítottuk a felkészülést ennek megfelelően. Nagyon fontos lesz, hogy az, hogy regenerálódunk szerdáig. Nagyon jó, hogy nem kell utaznunk, tehát ez most így jó hír ilyen szempontból. Valami ilyesmi eredménye szerdán is elégedett lennék. Azt gondolom, hogy egy olyan csapat jön, aki ellen nem hogy egy góllal, de maga győzelemtény is már önmagában örömteli lenne. Mivel kupameccsről beszélünk, és két meccses, ezért az sem mindegy, hogy mennyivel. De most egyelőre örüljünk, most örömködjünk. Van miért, mert tényleg csak gratulálni tudok a csapatnak. Aztán holnap reggeltől meg ezerrel a Kispestre készülünk, aztán meg a Győri Etóra. A Liga Kupa negyed döntőjében két meccsen dől el a továbbjutás sorsa. Holnap pihenőt kapunk, hétfőn is kedden edzünk, aztán szerdán jön a Kispest, de megint egy pihenőnap is, ugye vasárnap már Győrbe utazunk, utána meg már megint kedden mi utazunk a Kispesthez gyára, szóval itt nagyon sűrű a program, mindenkinek meg kell találni a megfelelő regenerációt, ugye még sok a sérült, szóval egy kicsit kevesen is vagyunk, sokat kell a pályán tölteni, szóval minden időnket, ami nem az edzés, az pihenésre próbáljuk tölteni. A Kozár Mislenyese Kispest Liga Kupa negyeddöntő első mérkőzése szerdán 18 óra 15 perckor kezdődik a Kozár Mislenyi sportcsarnokban. A hagyományos Párduc Panda kupán hétvégén meglepetés vendégek is részt vettek. A PVSK játékosa Dragasevics Veiko, Popadics Milián és Quincy Dix is megnézte a találkozókat és beszélgetett a fiatal tehetségekkel. A PVSK női és férfi kosárlabda utánpótlás szakosztályai minden évben megrendezik a partneriskolák közötti Párduc Panda kupát. A cél egészséges fiatalok nevelése, akik kötődnek a kosárlabdához és a 100 éves klubhoz, a PVSK-hoz. Dragasevics Veiko, aki az élvonalbeli kosárlabda csapatban és az NB1-B-s gárdában is játszik, nagyon élvezte a kicsik meccseit. Ő általános iskolás korában kezdett kosarazni, de szerinte jobb ezt a sportágat minél előbb elkezdeni. Ami hamarosabb szerintem, mert én általános iskolából tesi órákon már elkezdtem kosarazni így szekción, meg szerintem ami hamarosabb, 5-6-7 évesen is. Hát amikor meg fiatal voltam, nagyon sokszor láttam a téven, akkor meg a szerves Montenegro válogatott, ami nagyon ügyesek voltak és híresek, és nagyon sok jó eredményt elértek. Úgy hoztam a döntést, hogy elkezdem kosarazni, hát az volt, szerintem 9 éves voltam, amikor elkezdtem kosarazni, igen. Az összes példaképem nincs egy, amit el tudok mondani, de az összes példaképem azok a dobójátékosok voltak régen, amit játszottak NBA-ben, meg Euroligában is. És persze az a terem, hogy olyan legyen, mint ők. A terem az, hogy profi kosaros legyek, és már elértem az, hogy NBA-ba játszok, szóval az a terem, hogy maradjak is NBA-ba. A 2019-es évben Baranyában a legjobb U20-as fiú játékosnak Popadics Miliánt választották. Milián a 2016-17-es szezon óta játszik a PVSK színeiben. Évről évre meghatározóbb szerepet tölt be azokban a gárdákban, ahol szerephez jut. Így részt vett a csapattal a 2018-19-es Morgan Ferdinand bajnokság 8-as döntőjében. Edzője szerint ezt a fejlődést részben annak köszönheti, hogy mindenkinél elszántabban dolgozik és küzd a céljaiért. Számára is nagy élmény volt a Párduc Panda Kupa küzdelmein részt venni és beszélgetni a gyerekekkel. Amikor fiatal voltam, kezdtem kosarazni, mondjuk családom miatt, azért sportcsaládból jövök, és az apukám
kosárlabda edzői, és bátyám kosarazik, anyukám volt a kézilabda játékos, szóval azért kezdtem. Sokszor voltam a kosarlabda és kézilabda pályán, szóval így kezdtem játszani, vagy szereti a kosarlabdát. Van, az legnagyobb példaképem a bátyám, Marko Popadics, ő is kosarazik, hogy mondom, és a családom persze, de van még ez a Kobe Bryant, meg a mondjuk James Harden. Mondjuk, hogy szeretnék lenni a profi kosarlabda játékos, és szeretem játszani a kicsit erősebb bajnokságban. Quincy Dix Texasban született, de nem ismeretlen számára az európai kosárlabda, hiszen negyedik szezonját kezdte meg a kontinensen. 2015-ben Ausztriában a liga legértékesebb játékosa volt, és csapatával bajnok lett. Egyaránt fogékony az amerikai és az európai stílusú kosárlabda iránt. Célja, hogy győzelemre vigye a PVSK Veolia csapatát. A Párduc Panda kupán nagyon hamar megtalálta a közös nyelvet a gyerekekkel. 7 éves koromban kezdtem kosárlabdázni a szüleim ösztönzésére. Ők is kosarasok voltak. Gyerekként csak öröm kosárlabdát játszottam, de ahogy idősödtem, kezdtem komolyan venni a sportot, de még mindig nagyon szeretem. Egyébként a focin kívül minden csapatjátékot kipróbáltam, és elárulom, hogy a baseball a nagy kedvencem. A kosárlabdázók közül Brandon Roy a példaképem. Hasonló a játékstílusunk, a habitusunk, számomra ő az igazi példakép. Nagyon jól érzem magam most a gyerekek között, öröm egy kicsit visszaadni abból, amit én kaptam az edzőimtől. A kosárlabdát addig szeretném folytatni, ameddig bírom. Motivál, hogy van olyan csapattársam, aki még 40 évesen is játszik. Én is ezt szeretném. Hiányzik a hazám, de kosarazom, amit szeretek, úgyhogy nem panaszkodom. Edzősködésen nem gondolkodtam, ha befejezem sportolói pályafutásomat, akkor az élet más területén szeretném kipróbálni magamat. A Párduc Panda kupán az eredmény csak másodlagos, itt nincsenek vesztesek, csak győztesek vannak. A pécsi Messesi Általános Iskola és a szigetvári Dél-Zselic-Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola grundbirkózói jutottak be a megyéből az idei diákolimpiai bajnokság országos döntőjébe. A rangos viadalt a Gandhi sportcsarnokban rendezték, a megye csapatai a helyezések mellett egy ezüst és egy bronzérmet is szereztek. A Magyar Diáksport Szövetség a sportprogramokon keresztül támogatja az önkéntesség, valamint a társadalmi befogadás szemléletének erősítését, fejlesztését hazánkban. Állandó kapcsolatban áll szinte valamennyi magyarországi iskolával, és minden évben megrendezi a diákolimpiákat. Az ország legjobb grundbirkózói Pécsett a Gandhi sportcsarnokban mérték összetudásukat. Nagyon fontos kiemelni, hogy ez grundbirkózás. Olyan birkózó alapok, birkózó mozdulatoknak az alapjait tanítja meg a gyerekeknek, és azokat a készségeket, erényeket fejleszt ki bennük, ami azt gondolom, hogy minden gyerek számára fontos, az alázat, a tisztelet a másik ember szempontjából, a célállítása, a küzdeni tudás, a kitartás, ezek mind-mind ahhoz kellenek, hogy egyébként ők majd felnőtt sikeres felnőtté váljanak. És ezért én nagyon örülök, hogy tudunk ilyen jellegű programtartalmakat is megjeleníteni a Diáksport Szövetség égisze alatt. Szeretnék kitartani a grundbirkózás mellett sokáig, mert úgy látom, hogy egyébként nagyon népszerű, és nagyon szeretik a gyerekek is. Én bízom benne, hogy ezzel tényleg értéket tudunk teremteni. A Diákolimpia a diáksport egyetlen országos tanulmányi és tehetséggondozó versenye, mely idén 16 MDS által rendezett, és további 35 olyan versenyt foglal magába, melyet országos sportági szakszövetségek vagy sportági szövetségek bonyolítanak le. Én azt gondolom, hogy ugye Pécs mindig is egy olyan város volt, ahol a sport nagyon fontos volt, és ugye Pécs rengeteg olyan sportolót adott az országnak, Európának és a világnak is, akikre abszolút büszkék vagyunk, és óvatatlan, hogy egy ilyen szituációban az ember végignéz a kisgyermekeken, és az az első gondolat, hogy lehet, hogy most itt áll velem szembe az új Növényi Norbert, aki majd olimpiai bajnok lesz, vagy az új Smolka Anikolett, hogy egy Pécs példánál maradva, aki esetleg majd világbajnok lesz. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy ugye kellő figyelmet, és ha kell, akkor anyagiakat is áldozunk arra, hogy ezek a gyermekek ugye ne kalódjanak el, hanem ugye mind a városoknak, mind adott esetben az országnak ugye a kellő dicsőséget meghozzák.
Hát természetesen a sportbizottság elnökeként minden sportág nagyon-nagyon közel áll a szívemhez, de valóban ezt az apró titkot elárultam, hogy talán egy havaszszálnyival ugye a küzdősport az közelebb áll a szívemhez. Ennek több oka is van, az egyik az, hogy ugye ez egy nagyon olcsó sportág, ami ugye nem egy elhanyagolható tényező. Másrészt az, hogy tényleg ez egy olyan sportág, ahol ugye tulajdonképpen föl kell menni, vagy be kell menni a küzdőtérre, ott nincs mellébeszélés, ott nincsenek kifogások, ott egyszerűen le kell győzni az ellenfelet, és hogyha nem ment, akkor kell visszamenni majd, amikor ugye erre képesek vagyunk, és itt más sportágak ellentétben ugye nincs kifogás, és ez az, ami azt hiszem, hogy nagyon-nagyon tetszik. A grundbirkózó diákolimpiára csaknem 1200 iskolás nevezett. A legtöbb nevező csapat, azaz 24, Baranya és Borsod megyéből érkezett. Az országos döntőbe összesen 45 csapat jutott, akik 15 súlycsoportban mérkőztek meg. Diákolimpikonokat avatunk, és hát nekünk ez nagyon fontos, hogy Pécs rendezheti ismét a grundbirkózás országos döntőjét. Idén 3 országos döntőt rendezünk, ugye lement most már a futszál 5-6-os korcsoport, most a grundbirkót, és utána a kisiskolák versenysorozatát fogjuk megrendezni majd itt Pécsen. Azt gondolom, hogy látva a számokat, ugye online nevezési rendszerünk van, évről évre nőnek ezek a számok, hála Isten. Én függetlenül attól, hogy a gyerekanyag csökken, úgy látom, hogy azért egyre több szülő és gyerkőc úgy gondolja, hogy érdemes mozogni. Ugye tudjuk azt, hogy a mozgás mennyire segíti a gyerekek fejlődését, csomó kompetenciát megtanulnak, jobban tudnak tanulni, figyelni az órákon, és azt gondolom, ez nagyon hasznos mindenki számára. Baranyát a pécsi Messesi Általános Iskola és a szigetvári Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola grundbirkózói képviselték. Hát először megrendeztük a megyei fordulót itt Pécset, elég szép létszámmal. A megyei forduló után az országos elődöntő, az országos elődöntőről pedig az első két helyezett csapat jutott be az országos döntőre. Ezért vagyunk most itt, hál' Istennek két csapattal fogjuk képviselni Pécset, egy csapattal ma a lányok körébe, és holnap pedig a fiúkkal a következő csapatunk. Feles energiáikat le tudják vezetni a mérkőzések közbe, szeretik nálunk, népszerű. Hát igazából szerintem ez egy kicsit a testnevelőn is múlik, hogy hogyan szeretteti meg a sportot a gyerekekkel. Nálunk ez nagyon népszerű, szeretünk benne sikereket is elérni. A Miskolci Gyarmati Dezső Általános Iskola 2 aranyérmet is elhozott a tornáról, de kiválóan szerepeltek a budapesti 20. kerületi Gyulai István Általános Iskola és a kazincbarcikai Pollák Mihály Általános Iskola versenyzői is. Iskolájuknak 2-2 érmet is szereztek. A helyezések mellett a szigetvári Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola 2. korcsoportos lánycsapata ezüstérmet szerzett, míg a pécsi Messesi Általános Iskola 2. korcsoportos fiúcsapata a 3. helyen zárta a rangos viadalt. Önök Pálya című sportmagazinunkat látták, benne Baranya és Tolna megye friss sporthíreivel. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!